Levélben kérik a szállodások a gazdaságfejlesztési minisztert, fontolja meg, hogy ne augusztustól, hanem csak szeptembertől engedélyezzék a szépkártya tulajdonosok számára, hogy hideg élelmet is vásároljanak. Attól tartanak ugyanis, hogy a lépés negatív hatással lesz a szezonra. Flesz Tamással beszélgetünk. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük ne a konkrét intézkedéssel, hanem magával az ágazattal. Milyen helyzetben van most az ágazat? Mert hogy a veszteségük erre jönne rá, amiről önök beszélnek. Nyilván a Covid megtépázta a területet, aztán jött az energiaárrobbanás, aztán jött az iszonyú infláció, ami még most is tart. Mennyire kapott életre az ágazat, vagy semennyire? Abszolút életre kapott, szokás szerint ugye muszáj, hogy egy picit olyan szinten is elemezzük a helyzetet, hogy más Budapest helyzete és más Budapesten kívül a vidék helyzete, hiszen nálunk markánsan elkülönül a külföldi és a belföldi vendégeknek az aránya. Ugye Budapest most nagyon jó állapotban van, ő sokat szenvedett a Covid alatt és utána is nehezen kapott erőre, de most lassan-lassan akár a 2019-es vendégészakák is visszajöhetnek, talán évvége fele, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Budapest most pozitív helyzetben van. A vidék egy kicsit nehezebb helyzetben van megint, és ennek semmi más oka nincsen. Az infláció miatt azért az embereknek sajnos eléggé elfogyott a pénze, és hát bizony ez legelőször a turisztikai költésekbe szokott megmutatkozni, és hát itt nálunk nagyon fontos a szépkártyának a szerepe, hogy ki mennyit és hogy vesz igénybe szállodákba, vendéglátóhelyeken. Vendéglátóhelyeken, pont azt akartam mondani, hogy és az éttermeknél, mert egyébként azt meg tudja mondani már, hogy mekkora mondjuk átlagosan az emelés, mert ugye azt tapasztalni lehet, hogy sokkal drágábbak lettek nem csak a szállás, hanem az étterem is nyilván. Ma már szinte luxus elmenni egy étterembe, de tényleg meggondolja az ember, és nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak. Átalakultak a fogyasztói szokások, vagy mennyire alakultak át? Igen, hát ugye nagyon nehéz, és nem is nagyon szeretnék százalékokkal dobálózni, mert attól függ, hogy mihez képest, meg melyik időszakban. Tény, hogy megdrágult nagyon a vendéglátás, aminek három fő oka van, az energiaárak, az alapanyagárak és a munkaerőáraknak a növekedése. Azt el kell mondjam, hogy messze nem tudott annyival megdrágulni a vendéglátóipar, amivel kellett volna az áremelkedések miatt. Tehát összességében egyértelműen drágulás van. Megváltoztak a szokások, bizonyos helyekre kevesebbet járnak, van, ahol kevesebbet fogyasztanak, de egyelőre mostanáig azt lehetett látni, hogy a vendéglátás azért körülbelül még tudta tartani magát, ahogy egyébként a szállodaiparnak is a tavalyi év végéje nagyon jó volt, akár vidéken is, még a január is jó volt, és február óta tart ez a tulajdonképpen egy picit lefele menő és stagnáló dolog a vidéki szállodák életében. Nem akart az előbb százalékokat mondani, de mégis van-e összesítésük esetleg arról, hogy hány étterem, szálloda megy tönkre az évek óta tartó válság miatt? Tehát itt nem arról van szó, hogy most hirtelen lett egy 25%-os infláció, hanem itt tényleg a Covidig kell visszamenni. Igen, a szállodákat jobban látjuk, mint a vendéglátóhelyeket. Egyébként ez tipikusan egy magyar történet, hogy mindig azt mondjuk, hogy mindenki tönkre megy, a végén azért olyan sokan, hála jó Istennek, nem mennek tönkre. Ugye a szállodáknál azt láttuk, hogy a Covid után és az inflációs helyzet mellett körülbelül a szállodáknak egy olyan 2-2,5%-a zárt be, ami összességében azért nem egy nagy szám. Ugye Budapest tekintetében is 19-ben 20 ezer szállodai szoba volt, és most 23-ban megint 20 ezer van. Nem ugyanazok a szállodai szobák, mert közben rendkívül sok új, modern és szép szálloda nyílt, és régiek vagy átalakultak, vagy pedig bezártak, úgyhogy ilyen szempontból akár még egy pozitív folyamatot is láthatnánk benne. Vidéken pedig alapvetően a tavalyi év nagyon jó volt, ugye a belföldi turizmus tekintetében kifejezetten jó volt. Az év végét is túléltük, most ez az év, ami nehéz. Még visszatérünk, hogyha jut rá idő, de akkor nézzük meg ezt a konkrét intézkedést, szépkártya. Ugye azt mondja a kormány, hogy augusztus 1-től hideg élelmiszert is lehet vásárolni a szépkártyán lévő pénzből, önök pedig veszteségtől tartanak. Miért? Tehát, hogyha élelmiszerek költik, akkor nem nyaralásra és nem étteremre? Igen. Azt el kell mondjam, először is állampolgárként mindnyáján teljesen egyetértünk, és értjük az intézkedésnek a lényegét. Sajnos olyan helyzet van, hogy nem biztos, hogy feltétlen a szállodába járás és a vendéglőbe járás a legfontosabb, és nem szeretnénk, ha most mindenki minket támadna, hogy nekünk mindig valami problémánk van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az intézkedésnek az időpontjával nem értünk elsősorban egyet, hiszen az augusztus a legnagyobb főszezon a magyar turizmus életében, vagy július-augusztus általában.
általában, természetes módon, és ugye attól is tartunk, hogy sokan azt látják, hogy jó, hát hogyha lehet majd a szép kártyát másra is költeni, akkor lehet, hogy mégis inkább elmegy augusztusba külföldre, hogyha el tud menni, és majd ősztől esetleg hideg élelmiszerre fordítja ezt a pénzt. Egyébként ebben az esetben adóbevétel kiesés is lenne az államkasszába is, hiszen nem itthon fogja elkölteni a pénzét senki, hanem kiviszi külföldre, és hát jó lenne, hogyha ezt a szezont túl lehetne élni ilyen szempontból, mert nagyon lelassultak a foglalások, az utolsó pillanatban döntenek, és messze nem állunk olyan jól, mint ahogy szerettünk volna. Azt mondja, veszteségtől tartanak, mekkorától, az egyáltalán nem mindegy. Tehát nyilván látják, hogy mennyi az, amit szép kártyáról költöttek az előző évben, ahhoz összehasonlítva, vagy azzal összehasonlítva, milyen veszteséggel kalkulálnak. Ugye nagyjából a belföldi költéseknek a 25%-át fizetik szépkártyával, hogy ebből ki és mennyi pénzt fog elkölteni másra, vagy nem költi el, azt nem tudjuk. Ugye az ellenérvek azt mondják, hogy ez már előfordult ugye a Covid-nál is, hogy lehetett hideg élelmiszerre költeni. Egy picit más szituáció volt akkor, hiszen akkor nem volt ez az inflációs nyomás, teljesen más dolog miatt történt ez az intézkedés, és egyébként rengeteg alvópénz volt a számlán, amik egyébként most szépen elkezdtek kitisztulni, hál' Istennek. Köszönhetőnek egyébként annak a kormányzati intézkedésnek is, hogy limitálták a felhasználásnak az időtartalmát, és akinek lejárt volna a kártyája azért, hogy ne veszítsen 15%-ot, felhasználta ezeket a költéseket. Most írtak egy levelet a kormánynak, vagy az egyik miniszternek, mit kérnek pontosan? Mi két dolgot kértünk összesen. Részben egyébként megköszöntük azt, hogy 200.000 forinttal megnövelték a szépkártyára adható juttatásnak az összegét. Ugye most a munkaadónak lehetősége van, hogy az eddigi 450.000 forint helyett 650.000 forintot adjon a munkavállalóiknak. Ez mindenképpen egy pozitív dolog. Egyébként már az infláció miatt is fontos volt, hogy ez az összeg növekedjen. Hogy aztán mennyit tudnak adni majd a munkaadók, ez egy kérdés persze természetesen. Ugye volt itt egy energiatámogatás is, amit kértünk, nem pont abban a formában, de kaptunk energiatámogatást is egyébként, amit megköszöntük, és akkor a harmadik pont volt a szépkártya, ahol azt kértük, hogy ezt az augusztus 1-i határidőt toljuk ki szeptember 1-ére, amennyire lehetséges, és limitáljuk 30-35%-ban a hideg élelmiszerre költhető pénzt. Tehát ne legyen az, hogy valaki a szépkártyája lévő teljes összegből élelmiszert vásárol. Tehát 30-35%-ot lehessen hideg élelmiszerre, a többit pedig másra. És nem csak szállás, hanem szállás, vendéglátás, és az attrakciók is itt vannak, tehát azért volt ennek egy harmadik része mindig a szépkártya költéseknél, ami szintén nagyon fontos, hiszen rengeteg attrakciófejlesztés volt az elmúlt években, akik arra számoltak, hogy azokat majd igénybe veszik a lakosok. Ezt elküldték már ezt a levelet? Elküldtük, vagy van bármi reakció rá? Nem volt még reakció, de egyébként kifejezetten jó és pozitív kapcsolatban állunk Nagy Márton miniszterúrral. Biztos vagyok benne, hogy fog válaszolni. Múlt hét csütörtökön küldtük, úgyhogy nem vagyunk még nagyon messze az időben. Azért kérdeztem, mert az RTL megkérdezte a kormányt a szövetségi javaslatáról, hogy terveznek-e bármilyen változtatást. Erre választ nem kaptak, viszont azt a választ kapták, hogy a szépkártya keretének megemelése, a felhasználás kibővítése növeli a családok vásárlóerejét, és hát segíti a hazai turizmust is, és hozzájárul a GDP növekedéshez. Tehát tulajdonképpen egy ilyen felemás válasz érkezett, de ez nem túl biztató az önök számára. Én azért azt gondolom, hogy ezt meg lehet vizsgálni más oldalról is. Én úgy érzem, hogy el tudjuk mondani azokat az érveket, amik segíthetnek ebbe, hiszen azért ebbe az ágazatba változatlanul rengeteg ember dolgozik, tehát százezres nagyságrendben, akik egyébként szintén valahol szépkártya felhasználók, viszont szeretnének fizetést is kapni. Ugye az nem lenne jó dolog, hogyha nagyon erőteljesen csökkenne ez. Egyébként nem állítom azt, hogy ez csökkenni fog, de erős lehetőség van arra, hogy csökkenjen. Jó, hát végülis egy hónapot kérnek, augusztus 1-7 szeptember, egy, akkor meglátjuk, hogy mi lesz a válasz. Egy picit akkor vissza oda, amit elkezdett mondani, mi a helyzet idén a belföldi foglalásokkal, ugye javában tart már a szezon, azért már benne vagyunk, látni valamennyire a foglalások, hogy mennyire telítettek. Igen, hát ugye visszamenőleg azért most már látunk közel fél évet, mert a június még nem látjuk teljesen pontosan, az első 5 hónapot láttuk, egy fantasztikus januári kezdés után, ugye ha lehetne kérni a kormányt, hogy mindig legyen 1 hónap plusz téli szünet a gyerekeknek, az sokat segítene nekünk, úgyhogy így indultunk az évnek, utána február, március, április, tulajdonképpen mindegyik hónapban visszaesés volt már a belföldi forgalomban, tehát lehetett érezni azt, hogy a fizetési hajlandóság és a foglalási kedv csökken, és ugye abban bizakodtunk, és még ma is bizakodunk, hogy a nyári szezon majd pótolni fogja ezt a bevétel kiesést. Most azt látni, hogy nagyon lelassult, mi úgy hívjuk, hogy pick-up, tehát a foglalásnak az üteme, nagyon lelassult az ütem, az utolsó pillanatban döntenek az emberek. Sokszor ez mióta úgyis, van így, bocsánat, ez most, vagy ez, már ez a már COVID régebben is a Covid-nál is elindult, ugye ott is az volt, hogy majd akkor meglátjuk, hogy hát milyen, mindenki. Hogy bezárnak
zárnak, nem zárnak, mi lesz, hogy lesz. Ugye mi próbálunk a lehető legrugalmasabbak lenni, de értelemszerűen az nagyon nehéz, amikor mondjuk hét elején egy szálloda 20%-on áll, hétvégén meg hirtelen 70-80%-ra felmegy, mondjuk ez még a pozitívabb eset, a rosszabb, hogyha 20% foglaltságon marad. De összességében azt lehet látni, hogy nagyon kiszámíthatatlan lett az egész szezon, és fogalmunk nincs arról, hogy milyen lesz. Bizakodni tudunk, hogy azért sokan itthon maradnak, és egyébként csak ugye megy a polémia sajtóba is, hogy drága a Balaton, meg drága az egész ország, külföld is drága, tehát Horvátországban is duplájára emelkedtek az árak, és ha valaki hajlandó az almát az almával összehasonlítani, tehát nem egy horvátországi apartmant egy balatoni 4 vagy 5 csillagos szállodával, akkor azért én azt hiszem, hogy még ezeken a magas árakon is versenyképes a magyar turizmus, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy az utolsó pillanatban sok foglalást fogunk kapni. Utolsó dolog, ez az ágazat hosszú évek óta küzd a munkaerőhiánnyal, tehát gondolom ez nem oldódott meg. Egy konferencián elhangzott, hogy már vörös szőnyeget kell teríteni a munkavállalók lába elé. Hát ebben az ágazatban is, máshol is, de itt mindenképpen. Hogy állnak ezzel kapcsolatban? Mennyire nagy a baj? Hát én már nem szoktam azt mondani, nagyon nagy a baj, mert ez már természetes, hogy van baj a munkaerőhiánnyal, folyamatosan van baj. Azt lehet látni, hogy nagyon sok ember, mondjuk azt, hogy elkényeztetett szituációban van, és nem feltétlen akar dolgozni, vagy ha kilép innen, akkor be tud lépni máshova. Elég sok külföldi munkaerő kezdett beáramlani az utóbbi időben az országba, ukrán munkaerő, de harmadik országbeli, tehát akár fülöp-szigeteki, vietnámi, vagy Mongóliából érkező munkaerő, ez most egy ilyen átalakulásban van, nagyon nehéz ma főleg a szezonális üzleteket kinyitni, és itt nem feltétlen csak minőségi munkaerőről beszélgettünk, hanem mennyiségéről is, tehát nagyon sok helyen nem áll elegendően ember rendelkezésre. Mennyi kellene, amennyire úgy tud mondani? Most megint számot kérdezek, de hát azért nagyságrendileg mire gondoljunk? De sok ezer ember hiányzik. Most is van olyan vendéglátóhely a Balatonon is, aki tényleg nem tudott kinyitni, és úgy döntött, hogy nem nyit ki, mert nem tudja megtalálni nem a megfelelő munkaerőt, hanem egyáltalán embert, aki két kézzel be tud menni és dolgozni tud. No, hát köszönöm szépen, hogy itt volt. Ha kapnak választ, majd beszámolunk róla. Köszönöm szépen. Köszönöm.